Dabason már sok építészeti tervezési munkám volt, most ez a legfontosabb, legsürgősebb feladatunk. Eddig mik készültek el, milyen akadálymentesítések például? Én Dabasnak 4 iskolájában dolgoztam, sőt, ha a katolikus iskolát és a önkormányzati részét külön számoljuk, akkor végül is 5 iskolába oldottuk meg a mozgáskorlátozottaknak akadálymentes közlekedését. Tehát a Gyóni iskolában és Sáriban is, most legutóbb ugye tavaly a Kossuth Lajos Általános Iskolában is készítettünk liftet, és a szakképzőiskolában már 2002 óta 10 éve működik jól a belső lift. A polgármesteri hivatalban folyamatban lévő komplex akadálymentesítés tervezője Senk Attila szakmérnök. Elsődleges cél a mozgáskorlátozottak közlekedésének megkönnyítése, azonban más célok is vannak a beruházásban. Az egész hivatalban olyan feliratok lesznek, amelyek jól olvashatók, a gyengén látók, vakok számára braille írással is föl lesz írva a különböző ügyirodáknak a megnevezése, tájékoztató táblák lesznek. A lifttel kapcsolatban szükségesé vált, hogy a folyosó szakaszokat minden szinten 2 oldalt füstgátló ajtókkal lezárjuk, tehát ezek is beépítésre kerülnek. Egyes helyiségekben tűzgátló ajtókat építettünk be a régiek helyett, és az épületbe való bejutás a főtér felől megoldott rámpán, a hátsó oldalról csak ideiglenes megoldás volt eddig egy acéllemez elég meredek rámpával, most ott is kiépült a mozgássérültek közlekedésre alkalmas enyhe emelkedésű rámpa és egy mozgássérült parkoló is a hátsó udvarban. A beépített lift nem csak a szinteket köti majd össze, hanem a földszint és a díszterem előterét is. Ugyancsak 30 cm a szintkülönbség, a lift lehetőségeinek köszönhetően azonban a lejutás rámpa nélkül is megoldható lesz. Ennek a teremnek a színvonalához, amit most nem csak az új, modern kétoldalt üvegajtajú vagy a falu lift jelent, hanem a kőburkolatos előtere is nem méltó az az álmennyezet, amelyik most itt van, világítása is félig megoldott, és ezt szeretnénk most újrakészíteni, precíz mérnöki megoldásokkal, és akkor ez a kis előtér a lifttel együtt egy rendezett képet fog mutatni. Előreláthatólag a több mint 30 millió forintos teljes beruházás augusztus közepére fog elkészülni.